tanévkezdés a református gimnáziumban. 8000 tájról gondoskodnak. Ellopták a persejpénzt. Téli vízszint beállítása. Jó estét kívánok! Önök a Nagykunsági Híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. október 6-án 18 óra 5 perckor. Tóth Barnával, a karcagi Nagykun Református Gimnázium igazgatójával arról beszélgettünk, hogyan is indult el a tanév. Az iskola vezető szerint öröm, hogy jelenléti oktatással indult a tanév, hiszen így nyugodt körülmények között tudnak tanítani. Az előző tanévnek a végén már vissza tudtunk jönni egy néhány hétre jelenléti oktatásba. Ez azonban akkor arra volt elég, hogy egy picit rendezzük a sorainkat, és most van az, hogy nyugodt körülmények között tudott indulni a tanév. Bízni tudunk abban, hogy ez így is folytatódik, nagyon nagy szüksége lenne rá nem csak a diákoknak, hanem nekünk pedagógusoknak is, hogy azt a színvonalú munkát tudjuk folytatni, amire egyébként képesek vagyunk. Szeptembertől már nincs egészségügyi oktatás, csak gimnáziumi. 64 kilencedikes tanulóval indultak, 5 képzési területen tudtak 3 osztályt indítani. 64 fő kilencedikes tanulóval indultunk neki ennek a tanévnek, 5 képzési területen tudtunk 3 osztályt indítani. Ezek ugye a hagyományos képzési területeink, tehát az emelt óraszámú angol, az emelt óraszámú biológia, kémia, matematika, fizika, valamint az informatika, és a legújabb képzési területünk a magyar történelem, ami ezzel a tanévvel vált teljessé, tehát úgy értve, hogy 4 évfolyamon minden osztály, vagy minden évfolyamunkon van már ilyen osztályunk. Szeptember közepéig is már voltak rendezvények, és tervezik a következőket is. Tóth Barna szerint elég gazdag programsorozatot terveztek a tanévre, amiből a gólyatábort már megtartották, tehát méltóképpen tudták fogadni a kilencedikeseket. Mi abszolút úgy tervezzük a tanévet, ahogy gondolom, hogy más is, és így is kell tervezni, mintha minden rendben végig tudna menni, és valóban bízunk benne, hogy így lesz. És így elég gazdag programsorozatot terveztünk, ebből hála Istennek a gólyatábort már meg tudtuk csinálni, tehát méltóképpen tudtuk fogadni a 9-es tanulóinkat. Most éppen még mindig ugyanez a projekt folyik, hogyha szabad esetleg így fogalmazni, tehát előttünk van még egy 3 gólyanap és egy gólyaest, ami várhatóan egy vidám és egy színvonalos este lesz, és aztán rögtön itt van október végén a szalagavató, amit abban bízunk, hogy a tavalyihoz hasonló módon szintén meg tudunk majd rendezni, nagyon nagy erőkkel készülünk rá, ugye erről azért tudni kell, hogy ez nem egy 2 hónapos munka, hanem annál jóval hosszabb, tehát ezt már 11-es korukban elkezdik a gyerekek, és természetesen tervezünk még ilyen szakmai kirándulásokat, és muszáj elkezdenünk már a beiskolázási teendőinket, illetve a végzős tanulóinknak a pályaválasztásra, továbbtanulásra való felkészítő munkáját is. Már készülnek a tanulmányi versenyekre, a sajátra is, amit itt szerveznek, diákjaik pedig más országokra, mert attól függetlenül, hogyan telt az előző másfél tanév, igenis van értelme ezeken a versenyeken indulni, jelenti ki az iskola vezető. Meg kell győznünk egymást is, és a diákjainkat is arról, hogy attól függetlenül, hogy hogyan telt az előző 2 tanév, vagy másfél tanév, igenis van értelme ezeken a versenyeken indulni, mert nagyon szép eredményeket tudunk elérni, és rengeteg munka van már most is mindezek mögött, az eredmények mögött. A laktanyába évelején átköltözött a Rónai Alomból a Györfi István Nagykun Múzeum raktára. Dr. Nagy Molnár Miklós igazgatóval arról beszélgettünk, hogyan állnak a 8000 darab tárgy elhelyezésével. Az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon a múzeum dolgozói, hogy már a minden tárgy a helyére kerüljön. A malomhoz képest itt már nagyobb minőségű fejlődés látható, hiszen tárgytípusonként és foglalkozási ágonként külön helyiségbe rakták a tárgyakat. Most már örömmel tudom megmutatni azt, amit az elmúlt hónapokban végeztünk. Tulajdonképpen ez a pandémiás járványkorszak, úgy mondhatom, hogy nekünk csak segítségünkre volt, ugye hál' Istennek senki nem betegedett meg, így amikor kikerült ide az anyag a Rónai Malomból, akkor az összes kollégával ki tudtunk jönni, és elkezdtük kialakítani a raktárunkat. Hogyha valaki emlékszik még, hogy a Rónai Malomban hogy néztünk ki, ahhoz képest sokkal több, tehát nagyobb minőségi fejlődés látható. Itt már meg tudtuk azt csinálni, hogy tárgytípusonként külön helyiségbe raktuk a,
a tárgyakat, illetve foglalkozási ágak szerint raktuk külön a tárgyakat. Természetesen ez még mindig messze áll az ideálistól, illetve amit a gyűjteményi szabályzat, illetve az országos gyűjteményi törvény előír, hogy ugye megfelelő páratartalom, állandó páratartalom és állandó hőmérsékletre van szükség, hiszen itt nincsen fűtés, de az már egy nagyon nagyszerű dolog, hogy egy könnyen tisztán tartható, száraz épületről van szó, amelyik sehol se ázik be. A tárgyakon van pár múzeumbogár, amit folyamatosan írtanak, hogy ne csak 10-15 évig maradjanak fent a tárgyak, hiszen egy múzeum az örökké valóságnak dolgozik, hogy még unokáink is lássák a tárgyakat. Sok tárgy fertőzött, az elmúlt évek szakszerűtlen, tehát tőlünk független dolgok miatt, szakszerűtlen tárolása miatt, hiszen nem volt megfelelő módunk rálátni arra, hogy néznek ki. Van egy pár múzeumbogár, tehát azt ugyan írtottuk már, de folyamatos, tehát egy pár éven keresztül folyamatos kártevőírtásra van szükség. Látszólag nincsen a bútoroknak semmi baja, illetve a tárgyaknak nincsen semmi baja, de időnként nekünk föltűnik a bogár, illetve a bábja, és ugye ezeket megfelelő kezelésben kell részesíteni, úgyhogy most egy pár éven keresztül folyamatosan fogjuk ezt végezni, hogy ne csak 10-15 évig őrződjenek meg, hanem ugye egy múzeumnak az a feladat, azt szoktuk mondani viccesen, hogy mi az örökké valóságnak dolgozunk, tehát hogy még unokáink is lássák majd a tárgyakat. Dr. Nagy Molnár Miklós azt is elmondta, hogy nem látványraktárt készítenek, ahhoz még az előírások miatt óriási anyagi investícióra lenne szükség. Másrészt a tárgyak egyelőre olyan állapotban vannak, hogy csak megfelelő szakértőkézzel lehet hozzányúlni. Néhányan, mikor megmutattam már a fényképeket róla a minisztériumban is, illetve az országos igazgatói értekezleten, és akkor is tőlem is kérdezték, hogy látványraktárat készítünk, és látványraktárnak akarjuk az egészet, és mondtam, hogy nem, hiszen ahhoz még óriási anyagi investícióra lenne szükség, hiszen egy normális látványraktár, ugye az állandó páratartalom és hőmérséklet az a minimális feltétel, és a másik az, hogy a tárgyak egyelőre olyan állapotban vannak, hogy csak megfelelő szakértőkézzel lehet hozzányúlni. Egyelőre tehát maga a raktár csak úgy látogatható múzeumon kívüli munkatársnak, hogyha én tőlem kutatási engedélyt kér, illetve hát az kutatási engedélyt a múzeumigazgató adja, tehát hogy jelenleg én vagyok, aztán majd meglátjuk, hogy amikor én már nem leszek, hogy akkor hogy lesz az új múzeumigazgató. Tehát addig, amíg én vagyok a múzeumigazgató ebben a múzeumban, tehát ez a raktár nem látogatható. A múzeum munkatársai folytatják a raktár korszerűsítését, szabványosítását. Most a nyertes pályázatnak megfelelően idén az ablakokat a tárgyak védelme érdekében a napsugarak elől UV fóliával befedik, de a természetes fény megmarad. Folytatjuk tovább egyébként a raktárnak a korszerűsítését, illetve a szabványosítását. Hát most egy nyertes pályázatunknak megfelelően ebben az évben még minisztériumi pályázatra, ebben az évben még meg fogjuk csinálni, hogy az ablakokat UV fóliával befedjük, hiszen az UV sugárzás, a nap UV sugárzása nem csak az embernek árt, hanem a műtárgyaknak. Gondoljunk csak arra, hogyha otthon végignézik a függöny, hogy kifakul, ugyanez történik a tárgyakkal is. Úgyhogy ez ellen úgy tudunk védekezni, hogy az ablakokat fényre viszont szükségünk van, természetesen, mert jó a természetes fény, nem pedig a mesterséges fény. Fényre szükségünk van, és az UV-fólia az pedig tökéletes megoldás. Mérőműszereket vásárolnak apára, és a hőmérséklet mérésére mobil klímát is beszereznek, ha az anyagi forrásaik megengedik, mert az a páratartalom szabályozásában is segít majd. Fütyült rá, hogy nyomoznak utána, ismét lopni ment a fényszarói férfi. A megalapozott gyanú szerint a férfi augusztusban egy jászfényszarúi templom szentélyének persejeit törte fel, szeptemberben pedig két autóbusz nyitott ki.
Mint arról korábban már beszámoltunk, egy 21 éves helyi férfi augusztus 24-én a kora reggeli órákban bement a jászfényszarui Mindenszentek római katolikus templomba, majd a lezárt szentélybe bejutva az ott elhelyezett három persejt feltörte, és a bennük tárolt pénzt ellopta. Ugyancsak a fiatal jogsértő gyanúsítható megalapozottan azzal, hogy augusztusban szintén jászfényszarun gépkocsit rongált meg, továbbá egyéb vagyon elleni bűncselekményeket követett el. A rendelkezésre álló adatok szerint ugyanis a fiatalember szeptember 21-én a hajnali órákban egy jászfényszarú ingatlan előtt parkoló autóbusz ajtaját kinyitotta, eltulajdonította a busz indítókulcsát és 250 forintot. Ezt követően egy másik helyi lakóház előtt parkoló autóbuszhoz ment és azt is kinyitotta. A jármű utasteréből zsebkést és 9000 forint készpénzt vett magához. A férfi hazafele tartott, amikor egy bolt előtt egy lezáratlan kerékpárba botlott, ezért azt sem hagyta ott. A jogsértőt a rendőrök elfogták, és a korábban terhére rótt cselekményeket újabb gyanúsításokkal egészítették ki. Beismerő vallomást tett, a buszról eltulajdonított zsebkést a rendőrök kutatás során megtalálták és lefoglalták. Ugyancsak megtalálták az egyenruhások a kerékpárt is, a lopás körülményeit szabálysértési eljárásban vizsgálják. A nyomozóhatóság a gyanúsított őrizetbevételéről határozott, és előterjesztést tesznek letartóztatása indítványozására. Megtartották a hagyományos téli vízszint egyeztető tárgyalását a kiskörei szakaszmérnökségen. Az eseményen Lovas Attila igazgató köszöntője után Fejes Lőrinc szakaszmérnök számolt be az elmúlt időszak üzemelési tapasztalatairól, illetve a Tisza-tavat érintő fejlesztésekről. Mint elhangzott, a téli üzemrend során is figyelembe kell venni, hogy a tározó hasznosítása több téren is meghatározó, melyet a vízminőség és az üzemvízszint egyaránt befolyásol. Az üzemelési szabályzatban rögzítetteknek megfelelően Lovas Attila javaslatot tett a téli vízszintekre, valamint azok beállításának ütemezésére. A jelenlévők észrevétel nélkül egyhangúan elfogadták a téli üzemrendet. Ennek megfelelően a Tisza-tó téli vízszintjének beállítása várhatóan két ütemben megtörténik. Az első ütem október végén, november elején kezdődik, amelynek során egy alacsonyabb vízállást, Kisköre felső vízmércén mért 580 cm-es vízszintet érjük el. A közel egy hétig tartó vízszintet ezt követően a második ütemben visszaemeljük a Kisköre felső vízmércén mért 620 cm-es vízállásig, amelyet tervezetten december elején, közepén érhetünk el. A vízszintek beállításánál figyelembe vesszük a vízhőmérsékletet, illetve az érkező vízhozamokat, amelyek a tervezett vízkormányzást befolyásolhatják. A téli időszakban a Köti Vízig regionális laboratóriuma és a Tisza-tavi Sporthorgász Nonprofit Közhasznú Kft. Közös halmonitoringozást végez az elmúlt évek tapasztalatai alapján. A tárgyalás végén Huba Imre, a Jászhegy-Kunszolnok megyei közgyűlés elnöke köszönte meg az együttműködést és együtt gondolkodást a Köti Vízignek. Reményét fejezte ki, hogy a továbbiakban is megmarad a jó és összehangolt munka, melynek eredménye a térség fejlődéséhez és gyarapodásához vezet. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!